Begyűjtik a roma közmunkások személyes adatait, és beleegyezésük nélkül regisztrálják a nevüket a nemzetiségi névjegyzékben. A párt is látja, így ők már nem szavazhatnak, ezt állítja a fővárosi cigány önkormányzat és a roma polgári tömörülés elnöke. Tóth Zoltán választási szakértő szerint nem alaptalan ez a gyanakvás, mert a regisztráció minimális biztonsági feltételei sincsenek meg. Makai István, a roma polgárjogi tömörülés elnöke attól tart, hogy visszajönnek a roma közmunkások adataival. Egyes településeken 40-50 nevet is begyűjtöttek tőlük arra hivatkozva, hogy ha lesz igazi munka, akkor el tudják érni őket. Makai egy felhívásban figyelmeztetett az adatközlés veszélyeire. Senki ne engedje magát sem zsarolással, sem ígérgetéssel a regisztráció rendszerébe bekényszeríteni. Ezzel egy olyan csapda helyzetbe kerülhetnek, hogy az általános választójogukat elveszítik magyarul, nem szavazhatnak a számukra szimpatikus pártra. A TASZ közleménye is úgy fogalmaz, hogy tömeges visszaélésekre ad lehetőséget a választási rendszer. A szakértő is úgy látja, hogy a regisztráció módot kínál a csalásra. Ez úgy is lehetséges, hogyha az interneten keresztül regisztrálnak, de úgy is, hogy valaki ráírja más helyett az aláírását egy ilyen kérvényező papírra, amit egyébként a választási iroda bianco módon szórólapként terjeszt az egész országba. Tehát minimális biztonsági feltételek sincsenek meg. A Nemzeti Választási Iroda elnöke az ATV kérdésére közölte. Rendeletmódosítást kezdeményeznek, hogy az esetleges visszaélésekről az érintettek még időben tudomást szerezzenek. Ha valakinek az adataival visszaélve regisztrálnak be, és lényegében erről nem is tud az adott választópolgár, meg fogja kapni az értesítést erről a regisztrációs kérelemről az ő lakcímére. Ez önmagában azonban nem változtat azon, hogyha valaki nemzetiségi listán regisztrál, akkor pártot már nem választhat. Horváth Aladár arról beszélt a Startban, hogy ez a regisztráció is arra lett kitalálva, hogy az iskolázatlan, bizonytalan választókat távol tartsák az urnáktól. Ez csak nem 500 000 szavazót érinthet. Ebben én azt a csapdát látom, hogy ez azért volt kitalálva, hogy azok az emberek, akik magukat cigányként határozzák meg, és általában a nagy választáson, a parlamenti választáson bizonytalanok, ezek regisztrálják be magukat cigánynak, és menjenek be a dunkodromos akkorba, és szavazhassanak arra az egy darab dísz cigányra, akit a Fidesz delegál. Azt akarják elérni, akik ilyennel foglalkoznak vagy gondolkodnak, hogy kizárják az egyes társadalmi csoportokat a pártokra való szavazás lehetőségéből. Tóth Zoltán szerint a választások körül a közbizalom mélyre süllyedt, és ez azért fordulhatott elő, mert a választási törvény megalkotásakor a pártokkal és a szakértőkkel sem egyeztettek.